mondta nekem, mindig a világ legnagyobb bajnoka voltál, és most kiderült, hogy a világ is elismeri, hisz Amerikába bekerültél a sportolók halhatatlanok csarnokába, a kéz és a láb nyomod ott van a betonba. Engedd meg, hogy viszont a Hello bajnok nevében mi is megkoszorozzunk, adjunk egy szép érvet neked. Köszönöm szépen. Én nem bánom, hogyha beszélgetnénk egy kicsit, hogy hogy vagy mostanában. Beszélgessünk, de azt gondolom azért mégsem itt, egyszerűbb lenne, ha bemennénk a vízbe. Tana, nyertél már olimpiát, világbajnokságot, Európa-bajnokságot, te vagy a világ legjobbja, de milyen volt az a póló, amiben te játszottál? Eredményes. Azt hiszem, ez a legfontosabb. Akkor nyertünk, most nem tudom milyen a magyar vízilabda, jó, én azt gondolom jó, csak még egyelőre nem nyernek a fiúk. De szerinted miért nyertetek akkor? Hát sok összetevő. Először is egy fantasztikus csapatot össze, tökéletes játékosokkal. Egy egészséges sznobizmus uralkodott az uszodában, ami azt jelenti, hogy mindenki egyetemre járt, mindenki próbálta másikat nem csak mint sportembert megelőzni, hanem mint ember a civil életben is állandóan rivalizáltunk egymással. Ugyanakkor képesek voltunk kollaborálni, többször támadtak, hogy ez a csapatban sok ellentét van, nem igazán jó a hangulat, mindenfélét kitaláltak. És ezek az egész egy hülyeség, mert valójában mi nyertünk, együtt tudtunk működni, és hogy persze legfeljebb nem jártunk együtt csajozni. De szobafestő voltam, és ma már doktor vagy, és állatorvos, és testnevelési főiskolát végzett tanár. Hogyan bírtad ezt a póló mellett, tehát a világ élvonalában megcsinálni, hogy két egyetemet elvégezted? Nézd, azt hiszem, hogy akkor az életem csak ez volt. Tehát egyetemre jártam, vízilabdáztam, megint visszajárulantam az egyetemre, ráadásul borbáló lányom is akkor született. Tehát én azt hiszem, hogy eléggé elveszejtettem a fiatalságomat. A fiatalságom a sport volt és az eredményesség volt. Amikor még játékos volt, és megkérdezték, hogy ki a világ legjobb játékos, és te magától értetődben mondtad, tehát a Faragó Tóna. A jó, hát ez nem volt idegen tőlem. Tehát, szerénytelenség nélkül állítottam ezt, de minden esetre azt is hozzátettem, hogy azért a kapusposztban nem vagyok, a Molnár nálam sokkal jobb. Tudod, de azért gondolom meghatottál, amikor olyanokra kerültél egy platformra ott a hírességek csarnokában, mint Reagan elnök, mint Johnny Weissmuller, tehát igazán nagyok között, ott nem érezted magad, hogy egy kicsit szerénynek kellene lenni? Nem, valójában nem. Hát végül is én tudom, hogy ki vagyok, és egyáltalán milyen szinten vízilabdáztam, tudom, hogy melyik csapatban nyertem. Ez a csapat abban az időben, végül is nyugodtan mondhatom, nem a, hogy ne legyen nagy képviség, de valóban verhetetlen és fantasztikus csapat volt, nem volt egy gyenge pontja. Mindenki tudja, hogy a legnagyobb a tüdőt, hány literes? Hát körülbelül 10, hát gondolom most is olyan 60-70 méter plusz a tűz alatt. Nem gyereket. És mit üzensz a vasárnapi túlvíz nézőjének? Hát, hogy nézzék a vasárnapi turmixot, mert olyan emberekkel találkozhatnak, mint a Faragó.